Tíz éve fut töretlen sikerrel a fiatalkorúak ügyeinek szakjogász a képzés a Deák Ferenc Továbbképző Intézet szervezésében. A képzés oktatóira és hallgatóira is egyaránt jellemző az elhivatottság, a pozitív látásmód és hivatástudat, valamint a jókedv. A részletekről dr. Székely Ákos nyugalmazott kuriai bírót, a képzés egyik meghatározó oktatóját kérdeztük. Szeretettel köszöntöm a érdeklődőket és a reménybeli jövőbeni hallgatót, hallgatókat. A képzés lényege benne van a nevében, fiatalkorúakra fókuszál. Fiatalkorúak, mint büntetőgi kategória, a 18 év alatti elkövetőket jelöli meg. Természetesen ez egy olyan speciális felkészültséget igénylő jogterület, hiszen máshogy kell egy 16-17 éves fiatal terheltel, gyanúsítottal, vádlottal beszélni, ővele eljárás lefoly, Tatni eredményesen, ami hát felkészültséget és speciális tudást érdemel. De ennél több van a képzésben, hiszen a fiatalkor az elkövetői oldal, de sajnos nagy számban vannak sértettetek és tanuk, gondoljunk egy családon belüli erőszakra, ahol a gyerek önmagában nem sérül, de sajnos részese a történéseknek, tanuként kell kihallgatni, tehát a képzés Mind ezt a kört felöleli a... 18 év alatti elkövetőket ugyanúgy, mint a 18 év alatti érintetteket. Jogi diplomával rendelkező hallgatóink vannak, tehát feltételezi az oktató, a mindenkori oktató, hiszen van családjog, büntetőeljárások, büntetőanyagi jog, gyermekvédelem, ki ne hagyjak valakit. Tehát ezt mind tanulta, vizsgázott belőle a hallgató. Egyrészt ugye állandó a jogi Környezetváltozása, tehát egyrészt azt is, az a mindenkori legújabbat előadjuk, de a lényeg a gyakorlat, hiszen ha valaki bíróságról érkezik, vagy ügyészségről, vagy a gyermekvédelemből érkezik ide hallgatóként, akkor ugyanannak más-más területét gyakorolja napi nyolc órában, és itt képet kell, hogy kapjon, és kap is. a társszervek gyakorlatáról. Úgyhogy minden évben ö, van ö, intézménylátogatás, az idei évben a Szód, nagy múltú és nagy múltra, méltán nagy múltra visszatekintő intézmény, de ö, csupa olyan oktatónk van legfőbb ügyészségről, kúriáról, igazságügyi minisztériumból, országos rendőrfőkapitányságból, akik a tűzvonalban végzik napi munkájukat, és adják át azt a gyakorlati ismeretet, tudást, amire hát szüksége lehet egy hallgatónak. Azt kell mondjam, hogy én már nyugdíjas vagyok, a mentem nyugdíjba, de a, az is mutatja, hogy a képzés az már tíz éve folyik, hogy nem egy, amíg még hivatalban voltam, nem egy bírói értekezlete jöttek szembe, volt hallgatók. És azt kell mondjam, hogy bizony ma már van ítélőtáblai bíró, törvényszéki tanácselnök, aki elvégezte ezt a, 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 a kurzust, és valóban. A, pozitívan emlékszik vissza mindarra a történésre, hangulatra és hát nem utolsó sorban megszerzett tudásra, ami ami hát itt a Deák Intézetben természetesnek mondható. Alapvetően a fiatal korúak ügyeit a bíróságon úgynevezett kijelölt bírók látják, viszik, tárgyalják, és azt kell mondjam, hogy hogy ö, nagy valószínűséggel előbb-utóbb előírásra kerül az, hogy csak olyan bíró kollega tárgyaljon fiatalkorúak ügyét, aki valamilyen plusz tudást szerzett. Ugye az előbb talán elmulasztottam mondani, hogy a pszichológus is az oktatók között van. Ugye hát azt végképp nem tanuljuk az egyetemen, legalábbis a legjobb tudomásom szerint hasonló okból az ügyésze, kijelölt ügyész jár el. De minden évben van legalább egy vagy több ügyvéd körből érkező hallgató, vannak a gyám ügyből, gyermekvédelemből érkező kollégák, kolleginák, és az idei év folyamban is van nyomozó, Úgyhogy a legszélesebb körben jelentkeznek, azt mondom, érdeklődők, érdeklődők, mert hiszen itt sok minden olyat hallhat az ember, ami, amit egyébként hát máshonnan nem tud beszerezni. Én azt gondolom, hogy az maguk a, hallgatók is jól ismerik egymást, vagy a végére jól megismerik egymást a képzés, amióta az eszemet tudom, mindig péntek délután zajlik, hát ide aztán már tényleg csak olyan jön, aki lelkesen, lelkesen jön. És a Covid idejében volt ez a táv oktatás, teten érhető, hogy a szünetekben milyen jó közösség alakul ki a hallgatók között. Tehát a hallgatói kör is nagyon jól összekovácsolódik, de hadd dicsérjem magunkat, a oktatói kör is egy nagyon összeszokott, jókedvű, jó, kedvű csapat, és nagyon, nagyon jó hangulatú szokott lenni a mindenkori diploma átadás, az már nyárnak a közepe, óriási fotózkodások vannak, tehát tényleg azt tudnám mondani, hogy egy jó hangulatú, tehát egy pozitív, pozitív érzést eredményező képzés. A másik, hogy ez egy lelkileg nagyon nehezen elviselhető terület, mert szörnyű látni, hogy hogy megy tönkre, már most tudjuk egy 16 éves fiatalkorú vádlottat megnézve, az ember tudja, hogy mi lesz ebből 30 év múlva. És, és talán még szörnyebb, amikor sértetként van egy gyerek Előttünk, ugye én bíró, bíróként mentem nyugdíjba. Tehát, tehát ez egy nagyon nehéz terület, és akik ide jelentkeznek, azok erről a nehéz területről jönnek. Vagy már csinálják, vagy már tudják, hogy valami ilyet szeretnének csinálni. Elhivatottság. Tehát azt tudnám mondani a másik szóként, hogy ide elhivatott emberek jönnek hallgatni is, és oktatni is és hát a, a jó kedv és az elhivatottság mellett kell az a fajta, hogy mondjam, pozitív látásmód és tudat, ami egyébként minden hivatáshoz kell, és az élethez is kell a pozitív ránézés, de ami, ami itt tényleg tetten érhető, nyilván azért, mert mindenki megböcsüli azt, amilyen van, hiszen látja a munkája során, hogy mi minden szörnyűség van a világban, amit hát tulajdonképpen mi okozunk. Tehát nem, nem testi bajok, nem betegségek, hanem bizony-bizony ez a fiatalkorúak büntető joga, ez egy, ez egy nagyon szomorú terület. Úgyhogy itt mosolyogni kell, és aki idejön, az reményeim szerint mosolyogni is fog.